Az előző mérkőzésen 3 gólt kaptunk, most 3 gólt sikerült rúgni, akkor kérdezték tőlem a riporterek, hogy mennyiben lesz más ez a mérkőzés, mint az volt, akkor azt mondtam, hogy teljesen. Örülök, hogy így is lett. Azt játszottuk, ami a csapatunk erőssége. Úgy érzem, hogy most mindenki tudja, amit eddig bizonyítottunk többször, hogy nagyon nehéz minket átjátszani. Volt egy nagyon kicsi szerencsénk is, de 3 gólt rúgtunk, azt hiszem megérdemelten nyertünk. Ez ilyen nagyon államszerű kezdés volt. Számítottatok arra, hogy 35 perc alatt 3 gólt sikerül rúgni egy ilyen csapatnak, mint a Sporting? Arra számítottunk, hogy nagyon nehéz lesz, nagyon sokat kell majd küzdenünk, védekezni, zártan lenni, fegyelmezetnek lenni, és abban is bíztunk, hogy lesz lehetőségünk. Persze tudtuk, hogy nem sok, ki kell használni ezt a keveset, és a helyzet kihasználásunk, ahogy szokott lenni. Kevés lehetőségből betaláltunk. Egész héten nagyszerűen sikerült felkészülnünk, és a taktikai elemek, amiket gyakoroltunk, maximálisan ültek is a mai mérkőzésen, és ugye ezeket nagyon nagyszerűen sikerült ki is használni, ezért ez a nagy gólos előny. Ami nekem egy kicsit furcsa volt, ugye a Sporting edzője lenyilatkozta, hogy tökéletesen tisztában van a Vidi erényével, nagyjából el is mondta azt, és pont azzal sikerült mégis megverjetek őket. Igen, hát fel voltunk készülve arra, hogy nagyon támadó futballt játszanak, és rengeteg mozgással játszanak a középpályán, úgyhogy ezeket nagyszerűen sikerült megakadályozni, és kiváló ütemű kontrákat tudtunk vezetni, úgyhogy azt hiszem, hogy tényleg tudtuk őket nagyon sakba tartani a gólokkal. Úgy gondolom, hogy megmutattunk azt, hogy a legjobb csapatok ellen is tudunk játszani a selejtezőbe. Úgy gondolom, hogy Genk elleni meccsben nem volt az a 3 gól benne, de az már múlt, avval már nem foglalkozunk arra a meccsre. Úgy gondolom, hogy mai meccsen végig kontrolláltunk, rúgtunk 3 szép gólt, és megérdemelten nyertünk.